Muhorai Róbert, Farkas János, Szabó Péter Szokásaink fogságában Mit tesz minket szolgává vagy úrrá? Bevezetés Évek óta hiába próbálsz leszokni a dohányzásról? Esetleg le akarsz fogyni? Jó kapcsolatokat akarsz kialakítani? Meg akarod sokszorozni az árbevételed? Valójában egyszerű elérni a céljaidat. Nem azt mondjuk, hogy könnyű, hanem egyszerű. Egyszerű, ha megvan a megfelelő technikád. Valójában a legcsodálatosabb korszakban élünk. Bármi, amit elérhetőnek gondolsz, azt megvalósíthatod. Elég elmenni egy könyvesboltba, és találsz legalább öt darab szakemberek által írt könyvet arról, hogyan csináld. Ha kényelmesebb vagy, akkor rákeresel a Google-ön, és találsz legalább száz blogot, videót, ahol pontról pontra dokumentálják a lépéseket, amelyeket valaki megtett és sikeres lett a módszerétől. Bármit megtalálhatsz online. Csak azt kell tenned, amit ők. Használd az utánzás tudományát. Kövesd, amit az elődei tettek, valakik most is éppen sikeresen csinálják. De vajon miért nem éred el a célod, amikor minden információd megvan, ami kell? Mindennek egyetlen oka van, ez pedig nem más, mint a szokásaid. Mennyire mered felvállalni azt, hogy valami nem jó, és ez bánt téged? Mennyire mered elmondani, ha valamiért boldogtalan vagy, és fáj az élet? Amikor megkérdezik, hogy vagy, mi a válasz szinte mindig? Minden oké, okay, köszönöm, jól vagyok. A valódi probléma az, hogy nem csak másnak hazudunk, hanem saját magunknak is. Olcsó kibúvók mögé rejtőzve éljük az életünket, miközben hazudunk, hogy ne kelljen semmit tennünk a változásért. Amikor azt mondod, jól vagy, az valójában egy zseniális megoldás. Mert ha jól vagy, akkor tényleg semmit nem kell tenned, nem kell erőlködnöd. Azokon az életterületeken, ahol problémáid vannak, ott te már vesztes vagy, ha feladtad. Hiszen azt mondtad, ó, én jól vagyok, csak... És jönnek a kifogások. Jól vagyok, igaz, kirúgtak, és nem bírom fizetni a számláimat, de hát mindegy is. Elhagyott a párom, mert elhíztam, és szinte hányok a magánytól, de köszönöm kérdésed, jól vagyok. Mennyire vagy a hiedelmeit fogja, és mennyire vagy hajlandó változni? A könyv bemutatja, kialakult szokásaink hogyan veszik át az irányítást életünk minden egyes területe felett. Megmutatjuk, hogy szokásaink tudatos kontrollja és megváltoztatásuk módszerei hogyan alkalmazhatók a hétköznapi életünk során. Ismertetjük, miképpen azonosíthatjuk az életünket irányító szokásokat, és érthetjük meg a működésüket, valamint hogyan változtassuk meg őket, ha szükségét érezzük. Könyvünk célja, hogy segítse a fejlődésedet, és hogy megtanulhast, hogyan bontakoztast ki a benned rejlő lehetőségeket. Régi és sokat vitatott kérdés, hogy az emberi tulajdonságok és szokások vajon fejleszthetők-e, vagy genetikailag meghatározott, már gyerekkorban eldőlt, megváltoztathatatlan, kőbevésett tények a tudósok mind szélesebb körben kezdik felismerni, hogy sokkal nagyobb mértékben vagyunk képesek egész életünk során fejleszteni elménket és tanulni, mint ahogy ezt korábban sejtették. Amennyiben valakiben megvan a folyamatos fejlődés igénye, képes arra, hogy megfelelő, tudatos változtatásokat hajtson végre viselkedésében, és ezáltal boldogabb, sikeresebb életet teremtsen magának. Szokásaink egytől egyik fejleszthetők és megváltoztathatók. Természetesen ez óriási odafigyelést és munkát igényel. De megnyugtatásként közöljük, hogy nem kell minden szokásunkat megváltoztatni, csak azokat, amelyek megkeserítik az életünket és boldogtalanná tesznek. Előfordulhat, hogy az ember megfelelő önismeret hiányában nincs tisztában a saját gyengeségeivel és erősségeivel, vagy nem reális az önismerete. Az élethosszig tartó tanulás alkalmat ad arra, hogy megismerjük magunk és mások működési, illetve döntési mechanizmusait, és ezáltal egy könnyebben élhető világot tudunk teremteni magunknak. Benjamin Barber elismert szociológus szerint a világot nem gyengékre vagy erősekre, sikeresekre vagy sikertelenekre érdemes osztani, hanem olyanokra, akik készek tanulni, változni, és olyanokra, akik nem. Életünk minősége szokásaink helyességétől függ. Ezekért a helyes szokásokért gyakran meg kell dolgoznunk, ha nem ajándékba kaptuk szüleinktől vagy környezetünktől. A tehetség hozhatja a nagy árbevételt. De a helyes szokás biztosítja a vagyont. Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj. Amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az életesen változik más, jobb irányba. A sikeres emberek megtalálják a lehetőséget, hogy sikereikből és kudarcaikból okulva tanuljanak és fejlődjenek. Amennyiben a könyv olvasása közben késztetésed támadna a szokásaid megváltoztatására vagy megerősítésére, használd az 5 másodperces szabályt. Számolj vissza 5-től 5, 4, 3, 2, 1, és gyerünk! használd a felismeréseidből származó aktiváló energiát. Így nevezik azt az erőt, amelyre szükséged van ahhoz, hogy kimoccanj a rutinodból. Tegyél egy próbát. Keres egy megváltoztatásra szoruló szokást és kezd el. Nincs semmi szundigomb, nincs várok még egy kicsit. Csak csináld. Amint elértük a felnőttkort, nekünk kell lennünk a saját magunk hajcsárának. Mostantól mindenkinek a maga dolga, hogy rávegye magát arra, amihez nincs kedve, hogy aztán azzá válhasson, akivé válni akar. Arra vársz, hogy kedved legyen hozzá? Soha nem lesz. Nagyon egyszerű megszerezni azt, amit akarsz, de nem megy könnyen, magadra kell erőltetni. Lépj ki a komfortzónádból, és változtass az életeden, ha úgy érzed, hogy rosszul mennek a dolgaid olvasd el a könyvet, és változz, ha akarsz. Első rész. Muhorai Róbert. Első fejezet. A szokások kialakulása. Reggel 6 óra nulla nulla. A nap már felkelt. A leengedett redőnyön beszűrődnek a sugarai. Nyugalomban van minden. Egy színege alig hallható dallal üdvözli a reggelt. A távolban egy busz motorzógása hallatszik, majd ez is elhalkul. Csend van. Hirtelen égtelen riadalom és hangzavar keletkezik. Olyan fülbehasító, hogy az ember szíve majdnem megáll a lármától. Hol vagyok? Mi történt? Már reggel van? Ja, az ébresztő. Még alszom egy kicsit egy kéz nyúlik ki a takaró alól, tapogat az éjeli szekrényen, keresi a hangforrását. Megtalálja. Lenyomja a szundi gombot. Még öt perc, gondolja magában az ember, még öt percet alhatok és a szekrény felé fordulva behunja erősen a szemét, és alszik tovább. Hirtelen ismét hatalmas lárma, mintha lábosokat vernének. Az öt perc, mintha csak egy szempillantás lett volna. A harmadik csörgésre már felkelek. Lenyomja másodszor is a szundit. Most már félig éberen szundikál tovább. Harmadszor is megszólal az ébresztő. Most már végleg lenyomja. Nincs több szundi. Leveti magáról a paplant, felkel, kiül az ágy szélére, és csak néz tompán maga elé. Ismét reggel van, gondolja magában. De fáradt vagyok. Nem kellett volna este olyan sokáig fent lennem. Már megint nem aludtam ki magam. Kibotorkál a fürdőszobába, belenéz a tükörbe, és sóhajt egy nagyot. Ezek a táskák a szemem alatt egyre szörnyűbbek. Megmossa az arcát, igyekszik életet lehelni magába, kimegy a konyhába, és felteszi a kávét főni. Megint egy újabb reggel. És indul a szokásos mókuskerék. Elgondolkodtál-e már azon, hogy reggel mit, miért és hogyan csinálsz? Vagy csak automatikusan, szinte robot módjára végzed a napi cselekedeteidet? Megfigyelted-e, hogy azon gondolkodsz, mit vegyél fel, vagy azon, hogy hogyan ölsd magadra? Általában azon gondolkodunk, hogy mit válasszunk a ruhatárunkból. Vajon miért van ez így? A válasz a természet zseniális találmányában rejlik, ez pedig nem más, mint a szokások, amelyeket kialakítottunk az életünk során. A szokásokat leginkább a viselkedésre fókuszálva már az ókorban is megemlítik. Azok vagyunk, amit ismételten teszünk. A kiválóság ezért nem cselekedett, hanem szokás. Arisztotelész szerint tehát azok vagyunk, amit rendszeresen teszünk. Ezeknek a cselekedeteknek gyakran nem is vagyunk tudatában. Ha sikerül beazonosítanunk a szokásokat, akkor meg tudjuk vizsgálni azt is, hogy honnan, miből alakultak ki. Kitekintés. Iván Petrovics Pavlov a 19. század végén 12 éven keresztül végzett kísérleteket, amelyekben az emésztőrendszer tanulmányozta. Kutyáknál figyelte meg, hogy ha csak hang vagy fényjelzést ad, akkor a kutya nem kezd el nyáladzani. De ha ezeket a hatásokat ételadása követi, akkor egy idő után összekapcsolódik a jelzés a nyáltermeléssel. Ha csak a jelet adta, de a kutyák nem kaptak ételt, a nyáltermelés akkor is megindult. A pszichológia ezt úgynevezett klasszikus kondicionálásnak, feltételes és feltétlen reflexeknek nevezi. A feltétlen reflexek velünk születtek. Akaratunktól függetlenül inger hatására automatikusan működésbe lépnek, a kutya táplálékra adott nyáltermelése. A feltételes reflexek pedig az akaratunktól függően működnek, és tanulás révén alakulnak ki. A fény vagy hangjelzésre adott nyál elválasztás, mivel a kutya megtanulta, hogy a jelzés után ételt fog kapni. Pavlov 1904-ben az emésztőrendszer idegi szabályozásának, az emésztés élettanának terén végzett munkásságáért orvosi Nobel-díjat kapott. A szokások agyunk tehermentesítésére szolgálnak. Agyunk egy nagyon nagy teljesítményű, bonyolult számítógép, úgy egy billió idegsejt neuron van benne, amelyek összessége körülbelül egy trillió kapcsolódással rendelkezik. Ahogy egyre több kapcsolódás jön létre az idegsejtek között, úgy növekszik exponenciálisan az agytároló kapacitása. A jelenlegi kutatások nagyságrendileg fél petabájt méretűre becsülik az agytároló kapacitását. SKB 2,6 millió gigabájt, ami úgy 1 millió mozifilmmel egyenlő. Ha 1 millió mozifilmet akarnánk végignézni, az közel 300 évig tartana az ilyen hatalmas tárolókapacitáshoz megfelelő gyorsaságú működés is szükséges. Az idegi impulzusok hatására az információk átlagosan 300 km per órával közlekednek, de a két véglet 1 km per óra és 430 km per óra. A gondolkodás egy óriási agyviharral ér fel, amely egyrészt rengeteg energiát vesz igénybe, másrészt az információ elképesztő méretekben és gyorsasággal áramlik. Ennek energiaigénye miatt a természet beépített egy önfelismerő vagy tanuló mechanizmust, amely segít, hogy az azonos cselekedeteket ne kelljen újra meg újra végig gondolni, hanem az automatizmusok csökkentsék az agy terhelését. A természet ecsodája egyszerre lehet áldás és átok. Mivel az automatizmus akár az első alkalommal is kialakulhat, amennyiben csökkenti a gondolkodás szükségességét és fokozza a kényelemérzetet, ezért gyakran olyan szokásokat is kialakítunk, amelyek meglétének nem is vagyunk tudatában. Ez lehet bármely apró cselekedet, például az ajak vagy az arc megérintése bizonyos helyzetekben, szemünk dörzsölése, lábrángatózás izguláskor, beszédnél bizonyos szavak, hanglejtés, hangsúly használata, de lehet akár egy probléma helyzet megközelítése megoldása is. Amint egy szokás kialakul, az agy többé nem vesz részt teljes mértékben az adott cselekedetekhez kapcsolódó döntéshozatalban, hanem lazít vagy más feladatokra koncentrál. Az agy lekapcsol, és az automatizmus átveszi az irányítást. Ezért fordul elő, hogy bizonyos emberek bizonyos helyzetekben mindig ugyanúgy reagálnak, és nem képesek elvonatkoztatni. Erre szoktuk azt mondani, hogy doboz gondolkodása van, vagy konzerv megoldásokban gondolkodik. Kitekintés Az agytörzshöz közeli rétegekben szürke állományból álló tömörülések ősi, primitívebb, az evolúció korábbi időszakában kialakult együttese található. Ezek irányítják az ösztönös viselkedéseket, amilyen a légzés, a mozgás vagy akár a félelem megnyilvánulásai, összerándulás. A törzsdúcoknak elengedhetetlen szerepük van a szokások kialakulásában. Minél többször csinálunk valamit ugyanabban a formában, annál könnyebben és gyorsabban végezzük el. A törzsdúcok meghatározó szerepet játszanak a cselekvési minták megjegyzésében és aktiválásában. Ennek köszönhetően, ha valamit rendszeresen csinálunk, szokást alakítunk ki, akkor az agyunk végrehajtás közben kikapcsol, pihen. A szokások azért jönnek létre, hogy az agy takarékoskodhasson az energiával. Ha valami ismert számára, akkor csak a szükséges minimum erőfeszítés, minimális energiafelhasználás történik. Ez a minket körbevevő természet célja is. A folyók is a magasabb területekről az alacsonyabbak felé folynak. Ha nem lennének szokásaink, agyunk működése hamar leállna, mert túlterhelnék a mindennapi élet apró dolgai, és az ezekhez kapcsolódó folyamatos döntéshozatali és tanulási kényszer. Próbáltál már nem a domináns kezeddel olyan egyszerű cselekedetet végrehajtani, mint például a fogmosás? Bár tudod, mit kell tenni, valahogy mégsem megy olyan gördülékenyen, mivel hiányzik az elvégzéshez szükséges rutin. Ezért az agy folyamatosan gondolkodik, hogy a finom motoros mozgás a megszokottan megegyező vagy legalább hasonló módon történjen. Ez pedig azt jelenti, hogy a hiányzó rutin miatt fárasztóba tevékenységet jelen esetben a fogmosást végrehajtani. A massachusetts Műszaki Egyetemen állatkísérletek segítségével kezdték el kutatni, hogy a törzsdúcoknak milyen szerepük van a szokások kialakulásában, mivel korábban már feltételezték, hogy sérüléseiknek közük lehet egyes betegségek kialakulásához, amilyen például a Parkinson-kor. A kísérletek során megfigyelték, hogy a sérült törzsduccal rendelkező állatok nehezen jutottak ki a labirintusból, mivel sokadik próbálkozásra sem tudták megtanulni a kivezető útvonalat. A helyes következtetések levonása érdekében a patkányok agyának aktivitását kezdték el figyelni a kísérletek során. Kialakítottak egy T-alakú folyosót, a T tetejének egyik sarkába ételt helyeztek el, a szárának kezdeténél pedig egy csapóajtót, amely mögül a patkányok indultak. Arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy mi játszódik le a patkány agyában, miközben az ételt keresi. Miután a csapóajtót kinyitották, a patkányok először a folyosón szaladgáltak, szagláztak, az elhelyezett étellel ellentétes sarok felé fordultak először, és csak ezután találták meg az ételt. Megfigyelték, hogy keresés közben az agyuk, törzsdúci része, rendkívül aktív volt az első alkalmakkal. Minél többször hajtották végre a feladatot, annál gyorsabban találták meg az ételt, és egy idő után mindenféle keresgélés nélkül egyből a jó sarok felé vették az irányt. Mindeközben pedig az agytevékenységük egyre csökkent. Ahogy a szokás kialakult, az agyuk szinte nyugalmi állapotba került. Kontrollkísérletet is folytattak ezekkel a patkányokkal. Miután kialakult a szokás, hogy hol találják az ételt, áthelyezték a másik sarokba, és megfigyelték, hogyan reagálnak a patkányok. Először azonnal abba a sarokba futottak, ahol korábban volt. Miután nem találták, az agyuk élénk működésbe lépett, és elindult a keresési fázis, amelynek eredményeképpen megtalálták az ételt az ellentétes sarokban. A leginkább szembetűnő tanulság éppen az volt, hogy bár a patkányok szaglása mindig működött, a szokás olyan erőssé vált, hogy teljes mértékben felülírta a józan gondolkodást. Ez a kísérletsorozat rendkívül módon hasonlít Pavlov kutyákkal végzett kísérleteire, azaz a szokások kialakulásában a kondicionálásnak hatalmas szerepe van. Ha a részekre bontjuk a cselekedetet, akkor a következő három lépéssel lehetett szokást leírni. 1. jel 2. cselekedet, rutin 3. jutalom A kiváltójel a csapóajtó felnyílása, Pavlov esetében a csengő megszólalása, fényhatás megjelenése. Erre válaszul kialakult a cselekedet, az ételkeresése. Nyálelválasztás megindulása a kutyáknál. Az elnyerhető jutalom pedig az étel megszerzése és elfogyasztása. Minél többet végezzük a cselekedetet, annál erősebbé válik a szokás, annál erősebb a jel-cselekedet rutin jutalomlánc, amely így hurokká alakul. Ha most visszaemlékszünk a könyvelején felvázolt reggeli rituáléra, akkor már érthető, miért tudjuk a kávét felrakni szinte csukott szemmel is. Sokan azt állítják, hogy kávé nélkül nem tudják elindítani a napjukat, nem térnek magukhoz, amíg az első két kávét meg nem itták. Pedig valószínűleg gyermekként nem kávéztak. Tehát a reggeli kávéfogyasztás egy kialakult szokás. Nézzük, hogy működhet a jel rutin jutalom hármas a reggeli kávéfőzést illetően. Kiváltó jel, reggel van, fel kell ébrednem. Rutin, felteszem főni a kávét. Jutalom, kellemes érzés, amely a kávé ízéhez kapcsolódik, miközben magamhoz térek. Bármennyire is furcsa a kávéfogyasztók számára, élnek még olyan emberek, akik reggel vagy egyáltalán nem kávéznak. Az ő esetükben az ébredéshez kapcsolódó jutalom teljesen más. Például lehet, hogy valaki olyan rutint alakított ki, hogy egyből beáll az zuhany alá, és a víz ébreszti fel. De az is lehet, hogy rögtön elmegy futni, vagy edzeni. Egy zuhany vagy az edzés futás során termelődő endorfinnal jutalmazza a szervezetet és kellemes érzést nyújt, nem beszélve annak pszichológiai hatásáról, hogy már korán reggel eredményt értünk el, sikerélményt. Tehát többnyire mindenki olyan tevékenységet végez, amelyhez általában nem kell erőteljes gondolkodás, ellenben megvan az a kellemes érzés, amely révén szebben indulhat a nap. Ugyanígy az is egy szokás, hogy reggelizünk-e vagy sem. Gyermekkorunkban még a többségünk reggelizett. Az iskolai környezet egyik jó tulajdonsága, hogy rendszert visz az életünkbe. Az étkezés is ide tartozik, a közétkeztetés lehetőségei nem témája e könyvnek. Ahogy jön a középiskola, a kötelezettségeket felváltják a lehetőségek, az iskolai büfék. Itt már nincs kötelező tíz órai vagy ebéd. Ennek eredménye, hogy étkezési szokásaink kezdenek átalakulni. A reggeli elelmaradozik, ami a későbbiekben még jobban torzul, ahogy átlépünk a felsőoktatásba vagy a munkavilágába. Felnőttként gyakran a folyamatos sietség miatt nincs időnk megfelelően reggelizni. Jobb esetben az első útba eső pékségben kisboltban veszünk valami péksüteményt, de gyakran csak a kávét töltjük magunkba délelőtt, azzal helyettesítjük az étkezést. Kitekintés Gyermekkoromban láttam egy Donált kacsás képregényt, amelyben Donált kacsa az unoka lomtalanít. Az unokaöcsök annyira izgatottak, hogy nem akarnak reggelizni sem, hiába kéri őket Donált kacsa, hanem egyből nekilátnak a pakolásnak. Nem telik bele sok idő, elkezdenek fáradni, és már csak vonszolják a lomokat, majd leülnek, mert teljesen kimerültek. Ekkor Donált kacsa elmagyarázza az összefüggést a munkavégzés intenzitása és a bennünk lévő energia mennyisége között. Az unokaöccsök tehát úgy döntenek, hogy elfogyasztják a reggeliüket, és láss csodát, újra van erejük a pakoláshoz. Az ember leginkább, legkönnyebben utánzás segítségével tanul. Ez gyermekkorban hatványozottan érvényes. Ha a gyermek azt látja, hogy a szülei sohasem reggeliznek, csak gyorsan felhörpintik a kávéjukat, teájukat, akkor azt fogja csinálni ő is idősebb korában. Hiába mondják a szülők, hogy mennyire fontos a reggeli, ha ők nem reggeliznek, akkor nem mutatnak jó példát. Ezért a gyermek a rosszat fogja eltanulni. Ebből fog a későbbiekben szokást kialakítani. Szokásaink az öröklött génjeinkből fakadnak? Az újszülött gyermeknél gyakran lehet látni, hogy ugyanolyan késztartásai vagy mozdulatai vannak, mint valamelyik szülőjének. Rengeteg fotó látható az interneten, amint az apák mellett ugyanolyan testhelyzetben alszanak gyermekeik. Hogyan történhet ez? Ilyenkorban a csecsemők gyakorlatilag még magukról sem tudnak. A tudósok, amióta világ a világ, folyamatosan eltérő álláspontot képviselnek arra vonatkozóan, hogy a szokások kialakulását a génjeink vagy a környezetünk határozzák-e meg. Az 1950-es évektől kezdődően többször is váltották egymást az ellentétes nézetek. Az 1960-as évek elejéig a behaviorizmus azt az irányelvet vallotta, hogy mindenki tiszta lappal születik, és ezt a lapot a környezet írja tele, a gyermek kizárólag csak a környezet hatására vesz fel szokásokat, viselkedés mintákat. Az 1960-as évektől kezdődően a génkutatás fejlődésével összhangban ez a szemlélet elkezdett átalakulni, a 70-es években pedig bebizonyították, hogy számos tulajdonságunk, illetve szokásunk velünk született. Kitekintés Barhas Frederick Skinner szerint a megerősítő folyamatokat kell elmélyíteni, pozitív visszajelzés, mert így nagyobb a valószínűsége, hogy a viselkedés újra meg fog nyilvánulni. Szerinte a viselkedés szabályozás tekintetében hatástalan a büntetés, mivel csak rövid távon hoz változást, és csak azt lehet elérni vele, hogy az egyén a büntetést próbálja elkerülni, kiskapukat keres, nem pedig a viselkedését akarja megváltoztatni ezért is hatástalan például a börtönökben a rabok átnevelése. Ha hatásos lenne, már nem lenne bűnözés. Csikágóban az 1930-as években az írbevándorlók a szellemi képességeik hiányáról voltak híresek. Nem igazán akarták őket alkalmazni sehol sem. James D. Watson anyai ágon ír volt. Nem törődött bele, hogy félig írlétére nem lehet az osztály legokosabb tanulója, és nem alkothat kiemelkedőt. Ezért megkérdőjelezte a felmenőktől örökölhető intelligenciát, és elkezdte vizsgálni a környezet hatását. Álláspontja az volt, hogy az öröklés tökéletes, a környezet a hibás abban, hogy milyen szokásokat alakítunk ki. A DNS szerkezetének felfedezéséért Francis Crickkel és Morris Wilkinszel együtt 1962-ben orvosi Nobel-díjat kapott. A nyelvészetben az örökletességet Noam Chomsky vizsgálta az európai nyelveken. Megközelítése szerint a nyelvi kompetencia, azaz a nyelv használatának képessége velünk született. Ebből adódóan bennünk van, még mielőtt elkezdenénk tanulni a nyelvet. Csak rajtunk és a környezetünkön múlik, hogy milyen nyelven szólalunk meg, és azt milyen választékosan fogjuk használni. Mennyire vagyunk képesek elsajátítani a szókincset és a nyelvtani szabályokat? Tehát rengeteg mindent öröklünk a szüleinktől, de még ennél is többet veszünk át a környezetünktől. Ezért sem mindegy, hogy milyen emberek között tartózkodunk rendszeresen. Különböző állatkísérletek segítségével figyelték meg, hogy az öröklött hajlam hogyan változik a környezet hatására. Az egyik kísérletben félénk anyák, úgynevezett balbegér, biztonságorientált, a ketret sarkában megbújó fajta környezetébe helyeztek bátor egereket, úgynevezett B6-egér, újdonságkereső környezetét aktívan felfedező, hogy vajon miként viselkednek a megváltozott környezet hatására. A kutatás során azt tapasztalták, hogy a genetikailag bátor egérkék átvették az anyák félénkségét és visszahúzódóvá váltak. Az újdonságkeresés alább hagyott, és inkább a ketrec sarkában maradtak. Egy másik kísérletben szelektíven tenyésztett patkányokat használtak. A kísérlet célja az volt, hogy megfigyeljék, ha a labirintusokban jól tájékozódó patkányok közé olyan egyedeket helyeznek, amelyek nem tudnak megfelelően tájékozódni, hogyan változik meg a viselkedésük, és fordítva. Tekintettel arra, hogy a jól tájékozódó patkányok ingergazdag környezetben éltek, a jövevények ezekre az ingerekre válaszul elkezdtek egyre jobb eredményeket felmutatni míg az ingerszegény környezetbe helyezett ügyes patkányok csak hamar eltompultak. Ebből adódik a megállapítás, hogy a környezet hatalmas mértékben befolyásolja a szokásokat. Ez egyben azt jelzi, hogy a genetikailag öröklött képességeink, készségeink alkalmazása attól függ, hogy milyen környezetben élünk. A szokások és a programozás T. Harv a Milliómos Elme titkai című könyvében érdekes megállapítást tett a cselekedetek eredőjét illetően, amelyet egy mozaik szóval illetett. PGETE, -E, ahol P. Programozás, G. Gondolatok, E. Érzelmek, T. Tettek, E. Eredmények. Ez alapján, ahogy gondolkodunk valami felől, az érzelmeket vált ki bennünk. Az érzelmek tettekre sarkalnak, a passzív érzelmek maradásra, nem cselekvésre, az intenzív érzelmek cselekvésre. A tetteinknek pedig mindig lesz valamilyen eredményük. Ha visszafejtjük, akkor a kapott eredményhez mindig párosult valamilyen tett, amelyet bizonyos érzelmek váltottak ki. Ezek pedig az adott témával kapcsolatos gondolatainkból születtek. Ami viszont a gondolkodásmódunkat nagyban meghatározza, az az, hogy milyen programokat, szokásokat tettünk magunkévá a gyermekkorunktól kezdődően. Születésünkkor tiszta lappal indulunk. Az ösztöneinken kívül evés, kiválasztás, vegetatív idegrendszeri funkciók még semmit sem sajátítottunk el. Ahogy cseperedünk, egyre inkább a környezetünk hatása alá kerülünk. Először a közvetlen családunk hat ránk, majd azok a személyek, akikkel egyre több időt töltünk: nagyszülők, unokatestvérek, óvodatársak, ovónők, iskolatársak, tanárok, tévé, közösségi média, és így tovább. A felénk irányuló szavak, utánzás és tapasztalatszerzés útján tanulunk. Mindenki számára van egy vagy több tekintély személy, akinek meg akar felelni, akinek a kegyeit keresi. A tekintély személy által használt megközelítések, szókapcsolatok, irányunkba mutatott magatartás, példamutatás elkerülhetetlenül beleivódik szokás Kitekintés Amerikai Egyesült Államok hálaadás napja. A feleség kiteszi az asztalra a pulykát, amelynek le van vágva a két vége. Évek óta így tálalja a férjét eddig nem különösebben zavarta, de most felébredt benne a kíváncsiság, hogy miért nem a teljes pulyka kerül az asztalra. Ezért megkérdi a feleségét, hogy miért van levágva a pulyka két vége. Anyám is mindig így tálalta, mondja a feleség. A férjét nem hagyja nyugodni a dolog, ezért felhívja az anyósát, hogy miért van levágva az eleje és a vége a pulykának. Nem tudom, az anyámtól tanultam, ő mindig levágta a két végét, válaszolja az anyós. A férj, mivel nem lett okosabb, ezért felhívja a nagymamát. Ó, kisfiam, tudod, a háború idején nagyon szegények voltunk, és csak egy kis sütőre tellett, amiben nem fért bele a pulyka, ezért levágtam a két végét. Hangzik a válasz. Először a közvetlen családunk által mutatott mintákat kezdjük magunkba szívni. Ha gyermekként folyamatosan rendet kellett raknunk magunk után, és ezért mindig dicséretet kaptunk, nagy valószínűséggel kialakult bennünk a rendrakás szokása. Ha gyermekként folyamatosan negatív visszajelzéseket kaptunk, például soha semmit nem tudsz befejezni, egy szerencsétlenség vagy. Felnőtt korunkban nem tudjuk, miért nem vagyunk képesek befejezni, amit elkezdtünk. Ezt még duplán megerősíthetik az olyan megjegyzések, mint tisztára olyan vagy, mint anyád vagy apád. Ő sem tudta megcsinálni. Így garantált a sikertelenség felnőtt korban is. Kitekintés a gyermekek többségét a szülők támogatják valamilyen sportág vagy hangszerezzene elsajátításában. Amikor a gyermekek elkezdenek szakkörre, edzésre járni, annak az a célja, hogy új cselekvéssorozatot, szokást alakítsanak ki. A hangszereljátszás elsajátítása nem megy egyik napról a másikra, mivel bonyolult műveletsorról van szó, amelyet az első időszakban az agynak jelentős energiába, erőfeszítésbe kerül feldolgozni. Minél többször gyakorolja valaki ezeket a műveletsorokat, annál több mindent tud eljátszani. Miért fontos ezt a szokást egyáltalán kialakítani? Kutatások, Schlaug, Hámori bebizonyították, hogy azok, akik hangszeren játszanak, jobban teljesítenek, könnyebben fókuszálnak, jobbak a kommunikációs készségeik, könnyebben kezelik a társas helyzeteket, és jobb a kreativitásuk, a matematikai gondolkodásuk. Természetesen nem csak a készségek fejlesztésében segít a hangszeres jártasság a finom motoros mozgások révén, illetve a hangszeres játszás közvetlen és közvetett hatásai segítségével olyan szokásokat tudunk kialakítani, amelyek egész életünkben segítségünkre lesznek. Természetesen a programozás nem csak a gyermekkorra, hanem a felnőtt korra is jellemző. A munkahely tipikusan olyan környezet, ahol új szokásokat veszünk fel. Hogyan történik mindez? Egyszerű ahogy elkezdünk valahol dolgozni, magunkévá tesszük annak a szervezetnek a normáit. Nem kell feltétlenül óriási dolgokra gondolni. Ilyen szokás lehet például, hogy hány órakor kell megkezdeni a munkát, munkaruhát viselünk-e, mikor milyen szünet lehetőségek vannak, hol lehet dohányozni, mikor lehet cigi szünetre menni, hogyan köszönnek egymásnak a kollégák, magázódnak vagy tegeződnek-e, milyen megkötések vannak az elektronikus levelek küldésekor a megszólítás, az aláírás tekintetében, alkalmaznak egy céges fejléces papírt az ügyfelekkel történő kommunikációban. A szervezeti kultúra az egyének alkalmazott szokásaiból áll. Miért fontos, hogy alkalmazott? Mert bármilyen szabályt le lehet írni, ha nem tartják be, akkor az semmit nem fog érni, maximum hangzatos mondatok lesznek, amelyeken mindenki csak mosolyog. Nem mindegy, tehát, hogy a vezetők hogyan programozzák a kollégákat: együttműködésre, egymás támogatására sarkalják őket, vagy folyamatosan egészségtelen versenyhelyzetet teremtenek, amelyben a könyöklés az elsődleges. Az együttműködés nem azt jelenti, hogy nincsenek elvárások vagy kontroll, hanem pontosan azt, hogy ezek úgy vannak megfogalmazva, hogy támogatják vele a másikat. A munkahelyi vezető által megfogalmazott elvárások és viselkedés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a beosztottak olyan szokásokat vegyenek fel, amelyeket a magánéletükben is alkalmazni fognak. Szokások a seregben. A munkahelyi szokások magánéletre legerősebben kiható egyik területe a hadsereg, illetve a fegyveres testületek. Aki fegyveres testületben szolgál, a hazát szolgálja. A hazaszolgálata az egyik legmagasztosabb. Ahogy Petőfi Sándor a Nemzeti Dalban megírta, Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál akart, jobban ékesíti akart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ez a magasztosság felülírja az Abraham maszló által megalkotott szükséglet szükséglethierarchiát, piramist, amely szerint a létfenntartás, a fiziológiai szükségletek az elsődleges az emberi szervezet számára. Ezzel szemben, ha valaki egy nagyobb eszmében hisz, akár az életét is hajlandó feláldozni érte. Arany János így fogalmaz a velszibárdokban: 500 bizony dalolva ment lángsírba Velszibárd, de egy se bírta mondani, hogy éljen, Eduard. Ez az eszme alkalmas arra, hogy hivatást válasszunk magunknak, és akár bevonuljunk. A fegyveres testületek a szokások kialakításának intézményei. A kiképzés során a katonák először is megtanulnak engedelmeskedni a vezető akaratának, akár a legborzasztóbb körülmények között is. Parancsra cselekszenek. Ha nem így tennének, az életben maradási esélyük egy fegyveres konfliktus során a nullához közelítene. A programozás apró mozdulatsorokkal kezdődik, ilyen például a tisztelgés, mint a felettes elfogadásának jele. A menetelés, illetve az alakzatok gyakorlása az együttműködést hivatott elősegíteni. A seregben folyamatosan egymás társaságában vannak az emberek, együtt mennek reggelizni, ebédelni, vacsorázni, hogy a bajtársiasság minél gyorsabban kialakuljon, és erősebb legyen a kötelék közöttük. Csak ezek után jön a gondolkodásmód megváltoztatása. Ide tartozik az időhöz való ragaszkodás. Mivel a katonák megfelelő rutint alakítanak ki a mindennapjaik során, ezért rendkívül figyelnek arra, hogy pontosak legyenek. A késést egyetlen parancsnok sem tolerálja, mivel az az együttműködés hiányához vezet, márpedig a csatatéren csak a bajtársaira számíthat az ember. Ahhoz, hogy a harcmezőn az életben maradási esélyek nagyobbak legyenek, rengeteget gyakorolják a különböző fegyverek alkalmazásának lehetőségeit, illetve az egyes formációkat, alakzatokban történő mozgást. A gyakorlás segít, hogy a mozdulatsorok beépüljenek a tudatalattiukba, így nehéz helyzetekben is jobban tudják kontrollálni magukat, illetve nem gondolkoznak azon, hogy mit kell tenni, hanem automatikusan cselekszenek. Egy fegyveres konfliktusban ugyanis a tudáshiány komoly problémát jelenthet, de a legveszélyesebb a nem megfelelő helyzetfelismerő képesség, illetve a leblokkolás veszélye. Ezért is lényeges a sok gyakorlatozás, hogy a mozdulatsorok szokássá alakuljanak. Minél magasabb rangban van valaki, annál több képzésen fog részt venni, ahol már nem csak az operatív tevékenységeket, hanem a taktikai, stratégiai megközelítéseket is gyakorolják változó szituációs helyzetekben. Ez teszi lehetővé, hogy a parancsnokok megfelelő döntéseket tudjanak hozni, hatalmas nyomás alatt is a kondicionálással kialakított szokások olyan erőssé válnak, hogy leszerelés után is az illető gondolkodás módjának napi cselekedeteinek részei maradnak. Ez megnyilvánulhat étkezési szokásokban, óraműpontossággal ugyanabban az időpontban bizonyos típusú ételek fogyasztása, a problémákhoz történő hozzáállásban, megoldásorientáltság, de akár még a gyermeknevelésben is, vasfegyelem. Az egyénben kialakult szokások minden esetben hatással vannak környezetére. Így azokhoz vagy alkalmazkodnak a környezetben élők, és ezáltal megváltoztatják saját szokásaikat, vagy az illető olyan környezetre vált, ahol a kialakult szokásait elfogadják. Szokások kialakulása a sportban. Természetesen ez a jellegű gyakorlás nem csak a fegyveres testületeknél, hanem a sport területén is megmutatkozik. A sportoló feladata az, hogy az adott sportra vonatkozó szabályokat ismerje, és a szabályok adta lehetőségek alapján az adott sportágra jellemző cselekvés sorozatot elvégezze. Legyen ez egyéni vagy csapatsport. Az edző feladata, hogy a játékosok mozgásában és gondolkozásában változást idézzen elő, begyakoroltassa velük a formációkat. Így az egyes pozíciókon lévő személyek pontosan tudják, hogy adott helyzetben mit kell csinálniuk, mikor kell passzolniuk vagy cselezniük. Ahhoz, hogy ez megfelelően, sőt, inkább kiválóan működjön, rengeteg gyakorlás szükséges. Ezért van az, hogy az edzések gyakran csak egy-egy mozdulat vagy formáció begyakorlását szolgálják. Amikor már készségszinten működik a gyakorlat végrehajtása, azaz szokássá vált, akkor lehet tovább menni a következő gyakorlatra. Egy komplex mozdulatsor begyakorlása akár hónapokig is eltarthat. A programozással az edző eléri, hogy a sportoló egy mozdulatsort a szokásává tesz, tehát nem kell rajta gondolkodnia. Ha ugyanis azon gondolkozik, hogy mit kellene csinálnia, akkor lemarad az eseményről. Lehet ez futball, vagy akár küzdősport, a lényeg ugyanaz. Ha helyzetbe kerül, tudja, mit kell csinálnia. De ez csak akkor működik, ha folyamatosan egyre többet gyakorol. Minél többet gyakorol, annál mélyebb lesz a tudás, szokás, és adott esetben már észre sem veszi, hogy az adott szokást átvitte a hétköznapi életébe is. Ilyen lehet, amikor például egy küzdősportban járatos személy a felé érkező tárgyat egy gyors, reflexzerű mozdulattal automatikusan kivédi a helyet, hogy azon gondolkozna, hogyan védje meg magát, vagy hogy mit csináljon a felé érkező tárgyal. Ha ezen gondolkozna, már rég eltalálták volna. A Voice hangos könyvtár végre elindult Magyarországon, magyar nyelven, ami azért fantasztikus, mert minden olyan idődet ki tudsz használni, ami egyébként nem lenne hasznosítható. Most már az összes könyvem elérhető ebben a Voice hangos könyvtárban, ami egy hatalmas tudástár, és ezt egész nap hallgathatod, onnantól kezdve, hogy letöltöd ezt az alkalmazást. Ráadásul most egy olyan e, rendkívül lehetőséget sikerült elérni nektek, aminek segítségével az első hónapban 90%-os kedvezménnyel próbálhatjátok ki, használhatjátok. Semmi más dolgotok nincs, amit itt a linken letöltitek a, a kód ezt használjátok fel, és azonnal hallgathatjátok a legújabb könyveket.